darabjaira is tört, tehát kellett itt azért nem csak hát a réseket itt bekenni, hanem a részeket, tehát oda rögzíteni is. Ravasz Csaba, Tolna városának plébánusa épp azt mutatja, hogyan sikerült megmenteni a keresztút egyik stációját, amit tavaly nyáron döntöttek le ismeretlen tettesek. A tolnai római katolikus plébánia vezetője fontosnak tartotta, hogy húsvétra helyreálljon a keresztút összedőlt állomása is. Nagyböjtben vagyunk, és nyilván húsvétra készül a keresztény világ. Mi a nagypénteki keresztutat mindig itt a Kálvária dombon szoktuk elmondani, végigjárni közösségben. És hát jött egy ilyen impulzus, hogy hát ne egy rom mellett álljunk meg majd az egyik stációnál, hanem állítsuk föl. Egy erőgépet kellett szereznünk ehhez, mert, ahogy az előbb említettem, azért ez nem tudom, de hány kiló, de mázsákban mérhető kövek. Ennek a megemeléséhez szükségünk volt, és a önkormányzatnál a városgondnokságtól tudtunk kérni egy erőgépet. Talán egy 10-15 percet dolgozott itt ez a munkagép. Nagy segítségünkre, hiszen az emberi erő ehhez kevés lett volna. Azonban itt nem állt meg a munka. Ravasz Csaba plébános úgy gondolta, ideje megtisztítatni a stációkat a sok évtizedes kosztól, és kijavítani az időközben keletkezett nagyobb hibákat. Így kedden ezt is elkezdték. Ezek a stációk már eléggé a fagynak, időjárásnak kitéve, sok köműves munkára is, meg mi egyébre is rászorultak. Moha is belepte őket itt-ott, meg ilyesmik. Hogy mind a 14 stációt, sőt mi több, a stációk végén nálunk nem három kereszt szerepel, ahogy a Golgotán, csak Jézusnak a keresztje, de az is egy homokkő alap, mint minden stációkő is. Ennek az a tulajdonsága, hogy jó, megmunkálható, de az időjárásnak kevésbé tud ellenállni adott esetben, hogy felújítanánk. Ennek a munkái is most elkezdődtek, mind a 14 stációt szeretnénk felújítani a keresztel, feszülettel egyetemben. Azt gondolom, hogy tehát van funkciója is egyházilag ennek a Kálvária dombnak, régen a kápolnának is, ami most azért bezárt állapotban van, azt is fel kellene újítani. De azért az sem mellékes, hogy Tolnának azért a fő utcáján vagyunk. Városban vagyunk benne. Valahol a városnak a vérkeringése is itt zajlik, sokaknak nap mint nap. Én azt gondolom, hogy ez a felújítás itt a városnak a látképét is javítani fogja. A munkálatok előreláthatólag nagypéntekig be is fejeződnek.